Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV hírműsorát látják. Törökország nélkül nem lehet megállítani a Magyarország és Európa felé tartó milliós migráns áradatot, ezt azonban az ellenzék nem tudja felfogni, nem akarja megérteni, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő azt mondta, a bevándorláspárti erőknek érdekük, hogy eltávolítsák Erdogan elnököt a székéből, mert ha Törökországban nincs erő, egyensúly, biztonság, kiszámíthatóság, rend, akkor nem fogják megállítani a migránsokat, és megvalósul a bevándorláspárti erők álma. Milliós tömegben érkeznek majd migránsok Európába. Soros György ezt meg is írta a híres tervében, amely szerint évi 1 millió migránsra van szüksége Európának, tette hozzá. Amíg azonban Erdogan Törökország elnöke és Európa meg tud vele egyezni, ő pedig így nem Európa, hanem Szíria felé nyitja a kapukat a migránsok előtt, addig mi biztonságban vagyunk, hangsúlyozta Orbán Viktor. Vizsgálatot indított az ombudsman az új beiskolázási szabályok bevezetésével kapcsolatos szülői panaszok nyomán, írta a Magyar Hírlap. Az iskolaérettségre vonatkozó szabályok megváltoztatása miatt már 20 egyéni panaszbeadvány érkezett az ombudsmani hivatalhoz. Derült ki Kozma Ákosnak, az Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosának válaszából, amelyet Szél Bernadett független képviselő írásbeli kérdésére adott. Az ombudsman tájékoztatása szerint a panaszos szülők túl gyorsnak tartják a 6 éves kortól történő iskoláztatás szigorításának bevezetését. Úgy vélik, emiatt zsúfoltság alakulhat ki az első osztályokban. Továbbá kifogásolták, hogy bár a felmentési kérelmeket január 15-ig lehet benyújtani, az engedélyező hatóság kijelöléséről a kormány még nem rendelkezett. A szülők attól is tartanak, hogy a hatósági döntések elhúzódhatnak. Továbbra is előny a nyelvvizsga a felsőoktatási felvételi eljárásban, hangsúlyozta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Sanda Tamás felhívta a figyelmet, hogy azoknak a diákoknak, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, a nyelvtudásért jelentős többletpont jár majd. 2022-től gyorsasági motoros világbajnoki futamot rendezhet Magyarország, jelentette be az Innovációs és Technológiai Miniszter. Palkovics László azt mondta, hosszabb ideje folytattak tárgyalásokat a MotoGP kereskedelmi jogait birtokló céggel, amellyel szándéknyilatkozatot is aláírtak. A kormánynak február végéig döntenie kell például a helyszínről. Kálmán Olga belépett a demokratikus koalícióba, és politikai főtanácsadóként segíti Gyénémet Erzsébet humán és kulturális területekért felelős főpolgármester helyettes munkáját. Gyurcsány Ferenc közölte, Kálmán Olga, akit a párt az ellenzéki főpolgármester jelölti előválasztáson indított, csatlakozott a DK-hoz, és abban segít majd, hogy Budapestnek színes, nyitott, európai, korszerű kulturális élete legyen. Gyénémet Erzsébet elmondta, ő kérte fel Kálmán Olgát a feladatra. Kálmán Olga bejelentette, főtanácsadóként azt javasolja majd a főváros vezetőinek, hogy a Budapesten megvalósuló beruházások értékének 1%-át kötelező legyen a főváros kulturális életének fejlesztésére fordítani. A Dél-Korea és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok 30 évvel ezelőtti megkötésére és a májusi dunai hajóbaleset áldozataira emlékeztek Budapesten a Hősök terén. Korea budapesti nagykövete köszönetet mondott azoknak, akik a májusi dunai hajóbaleset után segítettek a mentésben és az áldozatok felkutatásában. Külpolitikai híreink. A német államfő köszönetet mondott a közép-európai népeknek a német újraegyesítésért. Frank-Walter Steinmeier a berlini fal ledöntésének 30. évfordulója alkalmából hangsúlyozta, a lengyelek, a magyarok, a csehek és a szlovákok bátorsága és szabadság szeretete nélkül nem valósulhatott volna meg a német egység, és nem történhettek volna meg a térségbeli békés forradalmak. Angela Merkel kancellár úgy fogalmazott, az embereket kirekesztő és a szabadságot korlátozó falak soha nem annyira erősek, hogy ne lehessen ledönteni őket. Donald Trump amerikai elnök felforgatta Washington Ukrajna politikáját, vélekedett George Kent, az amerikai külügyminisztérium munkatársa, az elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás előtti vizsgálatokat végző képviselőházi bizottság meghallgatásán októberben.
Kent a három képviselőházi bizottság törvényhozói előtt arról beszélt, hogy úgy látta, Trump politikailag motivált ügyészségi vizsgálatokat kért Ukrajnától, és ez szerinte nem más, mint korrupció. A külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta a törvényhozóknak, aggasztotta őt, hogy Trump kitartott az Ukrajnának közvetített kérése mellett. Ezzel szerinte az Egyesült Államok pontosan azt a taktikát követte, mint amelyet rendszeresen elítél a világ legkorruptabbnak tartott országaiban. Michael Bloomberg milliárdos, New York volt polgármestere mégis indulna a jövő évi elnökválasztáson. Bloomberg munkatársa Howard Wolfson újságírónak azt mondta, a milliárdos már készíti elő a szükséges dokumentumokat, hogy részt vehessen Alabamában az elnökválasztásokon. A dokumentumok beadási határideje pénteken jár le. Wolfson hangsúlyozta azonban, a döntés még csak az előlépés, első lépés az országos kampányhoz. Bloomberg ugyanis még nem hozta meg a végső döntését az ügyben. Muszáj gondoskodnunk arról, hogy Trumpra vereséget mérjünk, csak hogy Mike egyre jobban aggódik amiatt, hogy a jelenlegi jelöltek nem alkalmasak erre. Írt a több szerkesztőségnek elküldött elektronikus levelében Wolfson. Hozzáfűzte, ha a Bloomberg mégis indul a választásokon, akkor teljesen új típusú ajánlatot tesz a demokratáknak, amely az Amerika legnagyobb városának irányítása, a semmiből felépített vállalkozás és Amerika egyik legnagyobb hatású filantróp tevékenysége tapasztalatain alapszik. Egy F-16-os amerikai vadászbombázó leejtett egy nagy tömegű gyakorló bombát Japán északi Aomori prefektúrájában, amely egy iskola közvetlen közelében csapódott földbe, a helyi hatóságok ezért erélyesen követelik az incidens alapos kivizsgálását. Az NHK közszolgálati televízió szerint Mimura Shingo, a prefektúra kormányzója pénteken tárgyalt az incidensről Kontaro védelmi miniszterrel, és követelte, hogy addig ne szállhassanak fel harci gépek az Aomoriban lévő Misawa légitámaszpontról, amíg nem derül fény az incidens okára. Konotaro bocsánatot kért a kormányzótól, amiért csak egy nappal az incidens után értesítette róla. A tárcája egyben a tiltakozását fejezte ki az amerikai hadseregnél, amiért csütörtök reggel nem tájékoztatta a kormányt az előző esti esetről. Kono felhívta a figyelmet arra, hogy a bomba nagy tömegű volt, és nagyobb balesetet is okozhatott volna. A tárcavezető súlyosnak minősítette az incidenst. A Nemzetvédelmi Minisztérium helyszíni vizsgálatot indított. A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be Evo Morales, bolíviai államfő, nem sokkal azután, hogy kormányellenes tüntetők elfoglalták két állami médium épületét Bolíviában, és munkahelyük elhagyására kényszerítették az alkalmazottakat. A döntést Morales az amerikai államok szervezetének közzétett közleményével indokolta, amely szerint az október 20-i elnökválasztáson nyilvánvaló szabálytalanságok történtek. A dél-amerikai országban három hete zajlanak tüntetések és összecsapások, ellenzéki csoportok szerint Morales csalással nyerte meg az elnökválasztást, és ezért a lemondását követelik. A Morales ellenes tüntetők a hétvégén megszállták a Bolívia TV és a Rádió Patria Nueva közös épületét is. A Yisrael Beitanu vezetője Avigdor Lieberman Twitteren közölte, hogy kapcsolatba lépett Benjamin Netanyahu távozóban lévő miniszterelnök irodájával és a kormányalakítással megbízott Benny Gantzal, hogy a lehető leghamarabb sort kerítsenek egy találkozóra. Ruven Rivlin elnök szóvivője pedig közölte, hogy az elnök szerdán fogadja Liebermant utóbbi kérésére. Lieberman szombat este vázolta az általa elképzelt egységkormány létrehozására irányuló feltételeket a Likud és a Kékfehér számára, kijelentve, hogyha az egyik fél részéről elutasításban részesül, akkor pártja a másik fél kormányalakítási erőfeszítéseit fogja támogatni. A 12-es csatornának adott interjújában Lieberman azt mondta, hogy a harmadik választás elkerülése érdekében azt tervezi, hogy mind Benjamin Netanyahu távozóban lévő miniszterelnököt, mind a kormányalakítással megbízott Benny Gantzot eredmények tételére fogja szólítani. Engedmények tételére fogja szólítani. Ennek értelmében Gantznak el kell fogadnia a Ruven Rivlin elnök által körvonalazott egységkormány tervét. Magyarán Netanyahu legyen az első a rotációban, és Netanyahunak le kell mondania az őt támogató 55 fős jobboldali blokkról.
Netanyahu reagálva az ultimátumra azzal vádolta Liebermant, hogy együttműködik a többnyire arab képviselők alkotta egyesült listával. Remélem, hogy nem így van, de úgy tűnik, hogy Lieberman minden részletet összehangol az egyesült listával és a kék-fehérrel, mondta Netanyahu. Gazdasági híreink. Idén 1200 milliárd forintot költhetnek a magyarok karácsonykor decemberben, ami rekordot jelent, mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A webáruházakban 80 milliárd forint feletti rekordforgalom várható, a legutóbbi hónapban 40%-kal nőtt a forgalom, hosszú évek óta 30-40%-kal nő a webes költés, mondta. A webáruházakban műszaki cikkeket, ruhákat vesznek elsősorban az emberek. Kitért arra, hogy egy átlagos család 25-30 ezer forintot költ ajándékra várhatóan. Az elmúlt években a vásárlók tudatosabbak lettek a költekezésben. Az eddigi adatok kedvező évet vetítenek előre, a növekedés a 6%-ot közelíti, mondta Vámos György. Híreinkről bővebb információt a www.breyerpress.com, illetve a hetitv.com-on olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Hétfőn előre láthatólag esőmentes és frontmentes nap következik. A reggeli párásság köd ritkul, majd a ködből kialakuló rétegfelhőzet is sokfelé elvékonyodik, felszakadozik. Több-kevesebb változó napsütésben országszerte lehet bízni, de helyenként csak nagyobb átmeneti vagy erősen szűrt naposabb időszakok fordulnak elő. Majd ismét összezáródik a mérsékelt vastagságú felhőtakaró. Általában gyenge vagy mérsékelt, délután az északnyugati ország részben élénkebb déli, délkeleti szél fúj. Északa nyugat felől vastagodó felhőmező sodródik hazánk fölé, de eső a hajnali órákig nem lesz jellemző. A jellemző hőmérséklet hétfő reggel északon, északnyugaton 1-4, délkeleten délen 6, hétfő délután északnyugaton 8, délkeleten 12 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk, a viszontlátásra!